megáldatnak és megszenteltetnek ezen kenyerek a Szentlélek malasztja által. A helyi termelők búzájából készült kenyeret áldották meg az új kenyér ünnepét Kállósemjén 20. falunapján tartották. A kerek évfordulót kétnapos hagyományőrző és kulturális programokkal ünnepelték a településen, ami az elmúlt 20 évben sokat változott és fejlődött. A 90-es évektől kezdve javult infrastruktúrája, útjai megújultak, kiépült a szennyvíz és gázhálózat, megújultak intézményei, emelte ki a polgármester ünnepi beszédében, hozzátette a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy élhetőbb legyen Kállósemjén, és a fiatalabb generáció itt maradjon. Az ünnepséget a megújult Kállai kúria kertjében tartották, a kastélyt és az épületet körülölelő park vendégcsalogató. Júniusi hónapban indítottuk el ténylegesen a kúriát, tehát a kúriának az üzemeltetését, akkor nyitotta meg a látogatók előtt a kapuit. A tapasztalatunk az, hogy nagyon jó visszhangja van a kúriának. Maga a kiállító tér, a kiállító térben lévő tárgyak vonatkozásában is az embereket érdekli, magának a családnak a múltja. Emellett a mellette lévő kávézóban nagyon finom kávét tudnak elfogyasztani, és ennek is nagyon jó hírértéke van. A lakosság, a helyi emberek pedig azt veszük észre, hogy csak úgy pihenésképpen délután folyamán nyitva van a parkunk, úgyhogy itt nyugodtan tudnak sétálni, beszélgetni. Az ünnepségen átadták a Lipcsei Miklós emlékdíjat. Az elismerést a rendszerváltás utáni első polgármesterről nevezték el, aki számos fejlesztést indított el a településen. Az idén egy fiatal diplomás, Horják Zsanett gyógytornász vehette át az emlékdíjat. A kállaiak emlékét őrző településen tovább gyarapodhat a gyűjtemény is, ugyanis vannak még digitalizálásra váró írásos emlékek a család birtokában.